Hát akkor üdvözlök mindenkit, és szevasztok! Ebben a videóban most újra provozdálkozni fogunk. Mielőtt elkezdeném, bennetek is felmerült ez, hogy hogy öretek belett egy nap alatt nekem ennyi ládám. Na most, ma elkezdődött ez a Championship Challenge, aminek az a lényege, na most sajnos én itt elbuktam már, de ugye 10 startoknőket kaptam, és én jó sokáig eljutottam. Ennek ugye csak annyi a lényege, hogy bármelyik karakterrel mehetsz, a Star Power-ösen dobja be, és válaszol a Star Power-t. Nem baj, hogyha nem Star Power-ös, és ugye így kaphatsz plusz, még Robo Rumble is volt. Úgyhogy még azt is mentem előtte, és gondoltam, hogy majd videóba kinyitom ezeket a ládákat. Akkor szerintem előtte egy kicsit beába játszunk, és videó végén kinyitjuk ezeket a ládákat. Na, let's go! Ja, és hogyha kérdezitek, ne kérdezzétek, hogy miért van egyelőre Brawl Stars-os videóim ilyen sok. Oké, egy Leon megvan, ami jó. Azért a boxért elmegyek. Nem tudom, miért állt meg a karakterem. Kedves 8-bit haverom, te mit lősz? Ja, jó, oké, most már csak elkezdtem hülyének nézni, hogy bakker elkezd lőni random, és úgy, hogy nincsen semmi. De aztán mégis, mert a Róza haverunk az... Oké. Róza. Az a jó, hogyha van ultitok, mert igazából Róza ellen az a jó, hogy lelassítjátok. És utána pedig elkezdedek sorozni, és tök mindegy, hogy menekül vagy nem, mert így is meg fog halni. Már ha ügyesek vagytok, és van legendő... Nem, hagyjam. Ki kellene lőnöm azt a cucmákot neki. Hát ez dead. Na majd. Kezdésnek ez jó volt. 2 pluszban, nem baj. GG. Jött akkor a következő. Ja, és amúgy én szerintem azt beígérhetem, hogy majd fogok egy montást csinálni Fortnite-ból, lehetséges. Tehát, hogy a Power Director-on összevágok egy kevés videó, csak ahhoz ugye már kell majd videóanyag, és ilyen tök jó lövéseket. Tehát ilyen jó kis killeket lehet lesz shotgun. G-fegyveres, meg, vagyis hát AR, meg sniper. Mert azért sniperre is gyakoroltam. És valamennyire már megy nekem. Köszönhetem Gergőnek, akivel játszottam az egyik Brawl Stars-os videómban, és neki is lesítek meg a csatornáját, mert ő az az egyik haverom, aki nagyon profi játszik Fortnite-ot. És azért tanított engem egy pár dologra. Tehát az én mesterem, finoman fogalmazva. Jaj, ne. Nem baj. Meg lett a második hely. Nem rossz, nem rossz. Nem is olyan rossz. Na, menjünk. Szóval, hogyha a pluszba megyek, vagy nullát kapok, akkor mindig play-egen ezek, de hogyha mínuszba megyek, akkor igazából kilépek. Ez egy taktik. Nem tudom, hogy taktikának nevezhetem el, de én annak nevezem. Van bent valaki. Piper. Ott is van. Jó, oké. Timák, Timák. Az enyém lehet? Ó, köszi. Nagyon rendes vagy.
Csak ne ölj meg. Nem szeretnék meghalni. Az El Primo. Az El Primót kellene megölnünk. Jó, hát akkor nem, akkor ő is jön. Ja. Most már hárman vagyunk a teambe. De nagyon olyan, mintha az El Primóra akarna jönni. Én nagyon félek tőle. Én nagyon félek az El Primótól. Kicsit parázok tőle, mert azért Daryl, ha odaadta most nekem azt az egy boxot, akkor, aha, igen, gondoltam. Gondoltam, hogy ez lesz belőle. Mert igazából a Daryl-nél láttam, hogy ő nem fog megölni a végéig, ugye, hogy túléljük addig, mert hogy igazából ő nekem adott egy boxot. Tehát... Szóval, na, hát ő nem témelős fajta, úgy tűnik. Jó, inkább szia. Én mentem. Jó, eltaláltam egyszer. Né. Legalább el tudok menekülni, az a jó, az egy bitelől, csak az a rossz, hogy nagyon sokat tud sebezni. Próbáljuk meg. És lekemperek ide egy picit. Nem, zugok tovább. Gyere csak előrébb. Gyere. Nagyon nem akarnak ide jönni. Úgy veszem észre. Nem baj. Itt. Oh, shit. Na ja, csak ott van bent az 8-bit, és ez meg kinyír. Ja. Tehát igazából menekülni soha se tudtam volna. Jöttek, lehetjétek oldalt azt a cuccot. Most, what? Na mindegy. Most, mi van? Most random átlépett a Google-be. Oké. Szóval, látjátok ezt a piros karikát? Na, szóval, hogyha... 10 percnél lesz. Ugye azért veszem ki mindig, ha nézem a videónak az idejét. Hogyha az 10 percnél lesz, akkor elkezdem a boxokat nyitogatni. Jó. Jó. Oké, Power Cube-ban már kezdtem, ami jó. Rám fog jönni. Nem. Szia. De most... Basszus, én direkt nem ölöm meg, mert látom, hogy tímelni akar, de ő... Ne? Ez idegesítően. Idegesítő tud lenni. Oké. Betöltött. Let's go. Daryl. Péles. Az előző Daryl az kedves volt, csak ez az egy gondolat, hogy a Primo az már nem volt kedves. Lehet, hogy nem kellett volna a tímbe bevenni. Úgy érzem. Ja, és a hangomért bocsánat, csak egy kicsit meg vagyok fázva. Na. Jó, legalább az elpém, ha nem tudja, hogy itt vagyok a bokorba. Ami számomra jó. Kolt sem, mert ő gyanította, de nem. Nem gondolja azt, hogy én itt vagyok. De azt hiszi, ami igaz. Oké. Okay. Egy kolt kilőve. Ez a kolt az már nem így jó. Általam.
lehetséges, hogy nem kellett volna rámennem. Hát, na mindegy. Na jó van, gyerekek. Akkor én szerintem jöhetnek a box nyitogatások. Még egyszer megnézem addig, tehát Sandy és Crow hiányzik, és megnézem még, hogy mennyi esélyem van arra, hogy nyissak egy új karaktert. Star Power az oké, okay, de hát Lega az no. Hát Legát az nem nagyon nagy a szerencsére, de lássuk. Jó, 50 gold. Jesse-re most gyűjtök, mert mindjárt tudom fejleszteni 9-esre, ami jó. Jó, Beára is jó. Bea meg a... Megszózunk még csak Power 4-esek, meg hát sajnos a Penny-t is, meg a Derry-t is tudnám majd fejleszteni, de őket még egy kicsit később tudnám fejleszteni. Jó. Na, töltsél már be. Oké. Okay. Jó. Oké, okay, Spike-ra is jó. Spike-ot is majd jóval később tudom 9-esre fejleszteni, mert most már 8 power-os. Én úgy érzem, hogy Jesse-t majd mindjárt tudom majd fejleszteni. Ticket az azért... Gemet dobjon be. A gemre jobban van ám szükségem. Jó, Beára az nagyon jó, mert őt szeretem. Picit rágyorsítok el a nyitogatásra. Jó. Jesse-t mindjárt tudom fejleszteni, csak még goldom nincsen elegendő hozzá. Jó, hát most már lesz. Nem karakter. Ilyenkor alul a sarokba az a jel, az villog, hogyha karakter vagy star power. Jó, oké, Beát már tudom. De jó, 3 gem, oké. Akkor lehetséges, hogy a shopba veszem még egy mega boxot, bár nem. Már én gyűjtöm, szerintem. 30 Dynamike, mi a szenszar? Let's go, 46 gold. 8 bit, 20 bó. 20 Jesse-t már mindjárt tudom fejleszteni, ami jó. Ami jó. Jó. Oké. Okay. Gyerünk, legyen benne ebbe a szerencse. Oké. Okay. Jó, mindjárt. Hogyha most kapunk még új Jesse-re, az jó lenne. Gyerünk, léci. Ez mondjuk csak 2 karakter volt. Jó, most már ha kapok Jesse-re, akkor tudom is. Vegyek, jó, veszek egyet, jó? És kacuk, gyerünk, legyen a videó szerencséje, és a nézők szerencséje ebbe a boxba. Jó, oké, hát benne volt azért. Hát, új karaktert nem nyitottam. A Jessim az Power 9-es lett, úgyhogy most már rá is kaphatok Star Power-t, ami nagyon jó. Mert akkor ő lett most a 6. Star Power-os karakterem lesz majd. Na jó van, ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok és kommentbe írjátok le, hogyha szeretnétek valamilyen kihívást, hogy teljesítsek, vagy valamit... Vagy hogy valamelyikőtökkel játszok egyet, és lépjetek be ebbe a klubba. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!